Az intézet a CERTOP nemzetközi tanúsítóház akkreditálásában részesült, valamint az illetékesek egy az ISO szabványokról szóló támogatási szerződést is aláírtak. Az elsőként, első lépésként a HCCP, tehát az egészséges élelmiszerbiztonsági nemzetközi előírás szerint tanúsítottuk ezt a szervezetet, de ahogyan hallották, tehát lépésben majd tanúsítjuk a minőségirányítási rendszert, a környezetirányítási rendszert és a munka és munkavédelmi rendszereket. Próbálunk, mint CERTOP, azokkal a szervezetekkel, akikkel kapcsolatban vagyunk, bizonyos donációkat, bizonyos IPA pályázatok keresztül olyan eszközöket ide koordinálni, amelyek biztosítani fogják, hogy mindenfelé ezek az intézmények kedvezményes úton tudják bevezetni, működtetni és tanúsítatni a rendszereket. Ami az élelmiszerbiztonsági rendszert illeti, a Vajdasági Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet 13 ezer eurós támogatásban részesült. Továbbá jövőre mintegy 30 ezer eurós támogatás várható az ISO szabványok megvalósításának érdekében. A Vajdasági Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet az első egészségügyi szervezet tartományunkban, amely eleget tett a nemzetközi szabványoknak. Az illetékesek reményei szerint a közeljövőben egyre több egészségügyi intézet lép majd a nyomunkba.